Iklad. Iklad 2100 lelkes község Pest megye északkeleti részén, Agalga mentén, az Aszódi járásban. A falu első okleveles említése 1356-ban történt. 1543-ban a község török uralom alá került. Ezután közel 200 évig lakatlan puszta volt. A község földesura Rádai első Gedeon 1752-től evangélikus vallású német parasztokat hívott a birtokra. A telepesek első csoportja Baden és Württemberg tartományokból jött. A következő év tavaszán a lakosság Steyrországból, az Enns völgyéből evangélikus hitük miatt elöldözött osztrák parasztokkal egészült ki. A rendszerváltás idején önállósult önkormányzat székhelye a volt TS iroda épületében lett kialakítva. A művelődési ház bejáratánál látható Pannonhalmi Zsuzsanna kerámikos művész alkotása, amely az ikladiak 1752. évi betelepülését ábrázolja. A két dombormű között áll Rádai első Gedeon szobra, aki ikladi birtokán adott új otthont az osztrák és német tartományokból ideérkezetteknek. Az új ravatalozót az önkormányzat 2002-ben építette. Az 1980-ban épített, majd 2006-ban és 2009-ben bővített óvodában, 5 csoportban német nemzetiségi nevelés folyik. A Tasnádi Lajos német nemzetiségi általános iskolában 8 év folyamon 12 osztályban magyar és német nyelven tanulnak a diákok. A község iskolájaként szolgáló 1911-ben épített épületet az önkormányzat, a Rozmarin Nyugdíjas Klub Egyesülettel együttműködve LEADER pályázati forrásból újította fel 2014-ben. Az evangélikus templom 1834-ben épült klasszicista stílusban, melyet 1902-ben bővítettek és átalakítottak. A falu határában áll a több mint 100 éves vadkörtefa. A Cservölgy alsó részén épült az 1950-es években az ipari műszergyár. Az eredetileg hadiüzemnek készült gyárban elektromos motorokat és késztermékeket gyártottak. A rendszerváltás után felszámolt állami vállalat helyén a mai napig a francia-amerikai tulajdonban lévő IMI elektromos gépeket gyártó Kft. Végzi a motorok gyártását. A régi temetőben található 3 rádai kriptát a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2007-ben a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította. Itt van eltemetve Rádai 5. Gedeon, az alföldi betyárvilágot felszámoló kormánybiztos is. Az önkormányzati tulajdonú sporttelepet az Iklad Községi Futballklub és a Galga Tenisz Egyesület működteti. A modern EU szabványoknak megfelelő játszóteret az önkormányzat LEADER pályázati forrásból építette 2010-ben. Az 1903-ban emelt lakóházban a kisparaszti Braun család több nemzedéke élt. Az épületet az önkormányzat megvásárolta és átalakította. A falumúzeum 1983 óta látogatható. Az emlékkő azok előtt az ikladiak előtt tiszteleg, akik nagyon sokat tettek a falu német nemzetiségi hagyományainak megőrzéséért. Blaubacher József, dr. Brandner Pál, Ecker Dániel, Tasnádi Lajos. Az általános iskola falán látható napóra és a kislányszobor Pannonhalmi Zsuzsanna keramikus művész alkotása. A 2010. augusztus 22-én felavatott emlékmű annak a 47 ikladi polgárnak állít emléket, akiket a szovjet hadsereg 1945. január 1-én kényszermunkára elhurcolt a Szovjetunióba. 7 ember meghalt, a többiek 1947. augusztusában tértek vissza otthonukba. Őseink és leszármazottaik kemény munkával, szilárd hittel az eltelt több mint 250 évben virágzó és élhető falut építettek Ikladon. Hiszünk benne, hogy múltunk hagyományait
az itt lakók közös gyökereit a jövő generációk is méltóképpen ápolják és továbbadják az őket követő nemzedékeknek.